A Fiat Diugrató Magyar Bajnokságon vettünk részt itt Bábolnál a Nemzeti Ménes Birtok területén. Cékus Zoltánnal a győztessel beszélgetünk. Utoljára nyáron találkoztunk itt a nemzetközi versenyen, ahol a második helyet szerezted meg, és akkor talán azt beszéltük, hogy cél lehet az országos bajnoki cím, és ám beteljesült. Mik az első gondolataid, az első érzéseid? Igen, valóban ezt beszéltük, én is emlékszem rá. Az első gondolatom az, hogy az autó mögött, ami itt van, hogy mennyi munka van, 20-25 évnek a munkája, rengeteg munkaóra, rengeteg ezzel foglalkozott, vagy töltött idő. Nagyon jól sikerült, célom volt a magyar bajnokság, ugye sikerült kijutni, illetve kvótát szerezni az Európa bajnokságra, de azt kihagytuk, azt egy kicsit korainak tartottam, és inkább azt arra gondoltunk, hogy megpróbáljuk az országos bajnokságot, és itt viszont úgy helytállni, hogy lehetőleg ugyanúgy, mint mondjuk itt a nyári bábolnai versenyen. Célom az volt, mivel kicsit lassú vagyok, hogy minél több hibátlan próbáljak lovagolni itt a kétfordulós versenyszámokba, és azzal hát, ha előrébb tudok jönni majd. Talán az első nap, amelyik a gyorsaságról szólt, akkor még csak a középmezőnyben voltál, és onnan sikerült felverekedned magad itt az öt forduló alatt az első helyig. Azt talán lehet mondani, hogy favorit voltál, vagy favoritként indultál el? Én ezt így nem merem kijelenteni azért, de az biztos, hogy Rikola. Úgy gondolom, hogy azért válogatott keretben benne van, nagyon-nagyon megbízhatóló, precízló, ő mindig igyekszik 100%-on teljesíteni, természetesen ezt próbáltuk kihasználni a két fordulókba, illetve ugye képessége révén a döntőnek a B pályája vagy az A pályája sem okozott neki problémát. Itt a picit én már végén szétestem fejbe itt a B pályába, de még azt is ki tudta korrigálni, úgyhogy nagyon örülök neki. Ki volt a legnagyobb vetétárs, kiben láttad a legnagyobb ellenfeled? Én úgy indultam ennek neki, hogy a fiatalokban mindenképpen, tehát Aliz, Vince, Dömse Tomi, ők mindenképpen itt voltak, illetve idézőjelben az öregek, vagy az én korosztályomból, ők is néha elő tudnak valamit még húzni a tarsolyból, tehát össze tudják úgy rakni az OB-re akár magukat, a lóvokat, így kicsit ilyen szakmai átlanul fogalmazva, hogy ők is bármikor befuthatnak. Úgyhogy én ezzel számoltam nagyjából a fiatalokkal, itt egy-kettő befutóra még. És hát próbáltam magunkat is így ide sorolni, hogy hát ha összejön a dolog. Továbbiakban hogyan alakul ez az esztendő és a közeljövő, valamint a távolabbi jövő? Mondtad, hogy most kihagytátok az Európa bajnokságot, de akkor gondolom, hogy ez is a célkitűzések között szerepelhet a jövőben, és még ebben a szezonban milyen versenyek várnak rátok? Most első körben jövő héten régiós bajnokság, ilyen családi csapatot fogunk csinálni a két lányommal, utána Rikolának mindenképpen egy nagy pihenő, szerintem kisebb versenyeket keresünk magamnak is, illetve a többi lovunknak. Majd utána jövő évben mindenképp célú tűzöm ki, hogy világversenyre el tudjunk jutni. Háromcsillagos versenyeken szeretnék minél jobban teljesíteni, illetve még egy célunk van, most jelenleg nem állunk annyira rosszul ebbe a kelet-európai világkupa pont listába, és ha ott még sikerülne pontot szerezni egy-két világkupás versenyen, akkor a varsói döntőt azt megcéloznánk januárban vagy februárban, hogyha jól emlékszem, akkor lesz. Egy kicsit beszéljünk a helyszínről, hogy tetszett itt ez az országos bajnokság, maga a rendezvény, milyenek voltak a körülmények. Szerintem egy lovas mindig úgy van vele, hogyha valahol nyer versenyt vagy jól megy, akkor azt a helyet imádja, szereti. Én Bábolnát amúgy is szeretem, minden versenyre el szoktam jönni már évek óta, hosszú évek óta. Pláne a nyári világkupás verseny után meg még jobban, szerintem ez meg feltette az íra a pontot, megkoronázta ezt az egész Bábolna nimbuszt, úgyhogy én nagyon szeretem, nagyon jó volt minden, szerintem egy országos bajnoksághoz méltó helyszín, abszolút. Attila, a magyar bajnok! Köszönöm 21 magyar bajnok a Cékus Zoltán Rikolával, ez is Tényes Jánzsi Vince jövő koronavérrel, bronzérmes Dömse Tamás Fokrisztán Zoltán.